Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Itt a Művészeti Akadémia Pesti Vigadójában szeretettel köszöntöm Önöket. Valaha a Kecske utcában szoktunk összejönni, illetve a mai napig ott szoktunk összejönni ilyen kisebb vetítésekre, de nagyon örülök neki, hogy most ilyen méltó környezetben tudjuk bemutatni azokat a portréfilmeket, amiket a Magyar Művészeti Akadémia fontosnak tart. Természetesen Makovec Imrével kezdjük ezt a vetítés sorozatot. Az én értelmezésemben a Makovec portréban a transzcendenssel való találkozásról volt szó, a Melokó portréban pedig talán a hazáról, a hazaszeretetről, a valahová való tartozásról. A Makovec portréban volt egy utalás a Cserjus Lőrinc szájából a Steiner János, az antropozófiára, ami azt hiszem, hogy az ő esetében egy rendkívül meghatározó dolog. Ez nem került teljesen felszínre, de azt hiszem, hogy erről azért érdemes beszélni. Tudtok erről valamit mondani? Hát ott kell kezdjem, hogy nagyon nehéz filmet csinálni akkor, amikor meg van határozva, hogy hány percet lehet belőle csinálni. Ez most lehet, hogy furcsa, és úgy tűnik, mintha nem ide tartozna, de erősen ide tartozik, totálisan abszurd, hogy a televízió mondjuk azt mondja, hogy 26 perc legyen egy film, vagy 50 perc, vagy egy másik televízió azt mondja, hogy 55 percnél nem lehet se rövidebb, se hosszabb. Tehát ez olyan probléma, hogy teljesen abszurd, amit normálisan elfogad mindenki. Tehát elfogadjuk, hogy ez így van, ez másképp nem lehet, mikor ez egy baromság, mert ugyebár hogy lehetne azt mondani egy költőnek, mondjuk egy mostani költőnek, vagy egy régi költőnek, hogy nem írhatod végig a verset, itt abba kell hagyni, mert letelt a sorszám. Na most ezt csak előre bocsátom, hogy ne folytsam magamba azt, ami bennem van, mert ezzel kapcsolatban bennem mondjuk, hát nem indulatok, de egyet nem értések tömege van. Na most, hogy a kérdésre válaszoljak, tehát mi emiatt, mert mindenképpen szerettük volna a hiteles Makovec Imrét megcsinálni, ezért több filmet csináltunk, ez a második film, és van egy úgynevezett életfilm, ami 3x52 perc, mert ott is 52 perc lett, és ez a kérdés csak ott sikerült, hogy egyáltalán érdembe beszéljünk róla, mert végül is ez egy olyan bonyolult dolog, ugye az Imrének ez egy nagyon lényeges ifjúkori induló ösztönző gondolat és struktúra teremtő ihlete is volt más mindenféle mellett, ami aztán élete során változott, és végül is ő beépítette magába mindazt, amit be lehetett építeni úgy, hogy ő a saját maga lényét, a saját maga egyéniségét, természetét ne sértse, hanem gazdagítsa vele. Na most tehát ebbe a filmbe mi ezt nem tudtuk érinteni, a Csernyus, így ahogy mondtad, megemlíti, de a három részes életmű filmbe, amiben még egy negyedik részt kéne csinálni, mert abba sincs minden benne, ott ezt elég pontosan megpróbáljuk kifejteni, és többen is beszélnek róla, Keserű Katalin, külföldi
szobrászok és mások. Tehát ott ez az egész gondolat megjelenik olyan formában, hogy a néző értse, hogy tulajdonképpen mi is történik. Ha itt elkezdtünk volna ebbe belebonyolódni, akkor felborult volna az egész dolog. Én úgy érzem, hogy Makovec Imrének a steineriánus antropozófiával foglalkozó szellemtudomány. Egyrészt ez egy Magyarországon egy kicsit ismeretlen tényező volt, hogy ha nem is kitagadott, vagy nem is üldözött, de valamilyen módon ezt úgy titokba tartották az emberek. Én annak idején olyan szerencsés voltam, hogy megismerkedhettem ezzel a dologgal, és én úgy látom, hogy a makoveci életműnek a gerincét ez adja. Ehhez nagyon sok minden persze rárakódott, hozzájött, tehát az kóskárói örökség, és így folytatni lehet, de az a soha meg nem valósult temploma, amelyet ugye itt láthattunk, részint animációban, részint tervrajzokban, ez mindenféleképpen ez az antropozófiai örökség, ez egy filozófia, a tudományhoz és a valláshoz való különleges viszony, ezt az Imre soha nem hozta annyira nyilvánosságra, vagy nem mondta el, de teljesen érthető volt ez a világ. Különösen érdekes a tanítványokba való bizalom, az, hogy egy igazán karizmatikus ember, aki maga köré tud gyűjteni embereknek a százait, és olyan embereket, azt hiszem a Csernyus Lőrinc mondja ezt ugyan, hogy ő nem is nagyon értette, hogy mit hallgat, amikor építészetet hallgat, és akkor egyszer csak találkozik egy emberrel, aki valami egészen másról beszél. Én Tokajban találkoztam az Imrével, ahol építettek egy ilyen kis faházikót, meg egy emlékoszlopot, de valahogy az, hogy kijelölni egy térnek a szakrális középpontját, ahol egy szigeten egyébként, ahol találkozni lehet, ahol össze lehet gyűlni. Tehát valahogy mindig a dolog lényegét ragadta meg, és ez a fajta magasbatörési vágy, ami a filmetekből gyönyörűen kiderül, az animációból is egyébként, különösen tetszett nekem, ahogy az árnyék oda volt vetítve a nem létező templom elé. Valahol ez a magasbatörési vágy, azt hiszem, hogy nem csak példaértékű a számunkra, hanem valahol anakronisztikus is. Szóval az ember állandóan mennyiségi kategóriákba gondolkozik. Ugye minél több, annál jobb, mi mennyibe kerül, és így tovább. A fent és a lent, hogy ugye az aljas és a fenséges magában a szóba benne rejlik, egy olyan minőségi különbség, ami döbbenetes erővel bír, és ebben a Makovec féle meg nem valósult templomban ez csodálatosan jelenik meg, de a szevillai fába is, ahol a magasba megy, és a gyökerek pedig a mélybe nyúlnak. Valahol úgy érzem, hogy ez egy szinte egy ilyen profécia, valami olyan dolognak a kimondása, ami mindegyikünkben benne él, csak nem nagyon szokásos, vagy nem nagyon veszünk róla manapság tudomást. És ez azt hiszem a legnagyobb tanítása a Makovec Imrének, a fent és a lent megkülönböztetése. Ez a vertikum, ahol fél kezünkkel talán valahol a transzcendensben tapogatózunk, a másikkal pedig az anyagban, és követ faragunk. Hát talán ezt jó, hogy mondod a mennyiséget, meg a minőséget. Mondjuk a legtárgyszerűbben, vagy legértetőbben ezt azt lehet mondani, hogy az időnek nem csak hossza van, hanem minősége is. De mi az idő hosszával foglalkozunk a legtöbbet, az idő minősége az már csak bizonyos egyre visszaszorulóbb és tudatosan egyre
inkább elkaparó tendenciákkal butítják az minket, meg mindannyiunkat, holott a kettőnek az egységében lehet csak gondolkodni, és az egységében lehet csak alkotni, ami nem, az alkotás nem csak a művészetben van. Az alkotás az tulajdonképpen az ember sajátja. Az alkotás az, ami a hétköznapi életnek is a része, és az embernek az egyik lényege. Na most ugye, hogy a filmnél maradjunk, a filmben is csak azt nézik újabban leginkább egyre erősödő módon, hogy a moziba hány ember volt, mindegy, hogy milyen a film, hány ember ment el a moziba, hány ember nézte meg a tévébe valamelyik műsort, stb. Tehát ez végül is az a nagyon lényeges forduló pont, amin át kéne lépni, és tudatosan kellene ez ellen küzdeni, és a Makovec egyik nagysága az az volt, hogy ő nem hallgatott el semmit. Tehát én egyetértek veled, hogy a gerincének lehet nevezni ezeket a filozófiai dolgokat, amit magába épített, és amit én szerintem magából nagyon erősen ki is egészített sok irányba, de ami így hétköznapi formában nagyon lényeges gondolatnak érzek, hogy a Makovec az nem hallgatott el semmit. Az végül is, amikor kellett, akkor mert ellent mondani, mert véleményt mondani, mert ellene fordulni valaminek, és ezt kéne nekünk tulajdonképpen a leginkább elsajátítani, hogy ne legyünk végül is kiszolgáltatva, és ne hagyjuk magunkat, az életünket úgy befolyásolni, ahogy az sajnos az evilági időkben szinte az élet legtöbb területén tudatosan, vagy nem tudatosan, de teszik. Én valaha voltam a Magyar Televíziónak az egyik főszerkesztője, és itt összejött az elnökség, és a nézettségi adatokat figyelte. És hát a játék határok nélkül, meg minden söpört, a mi műsorainkat, hát ezt meg kell vallanom, képzőművészeti, fotográfiai, animációs filmek, hát meglehetősen kevesen nézték. És akkor állandóan ennek alapján elemezték ki a dolgot, tehát a mennyiségi kategóriák alapján. És amikor ebből egyszer úgy elegem lett, ott olyan 40-en ülhettünk, szerintem abból nem volt 3 ember, aki értette, hogy miről beszélek. Azt mondtam, hogy nagyon rendben vannak ezek a nézettségi adatok. De én tudok valakiről, aki mindössze 12 embernek beszélt, többnyire azok se értették, mert buták voltak. Tehát mondjuk azt, a nézettségük, a hallgatottsága, a hatékonysága, a nulla a köbön volt. Na ebből lett az egész európai civilizációnk. Ez a keresztény örökség. Na most mindig arra gondolunk, hogy ebben a pillanatban mennyi emberre és hogyan hat, tehát számokról beszélünk. De az, hogy például 10-20 év múlva mi lesz a fontos, azt nem nagyon tudjuk megmondani. És hogy a múltunkból, gyerekkorunkból mi mit dobtunk ki, a tudatunkból, vagy akár a tárgyainkból, azt is utólag egy hatalmas tékozlásnak érzem. Na most Makovec Imre egy ilyen értékőrző ember volt, aki megtalálta az erdélyi ácsoktól kezdve a régi motivumokig, és hogy átkapcsoljak a Melokó Miklóshoz, nekem az különösen tetszett a Miklósnak a beszédében, hogy persze ezt az oszlopot meg is lehetne úgy csinálni, hogy egy henger az egész dolog. De valahogy kell neki, hogy legyen fönn egy párkánya. Nem tudom miért, de valamiért ennek olyannak kell lenni. Na most ezek a dolgok azok, amik ezekből a filmekből
számomra nagyon erősen lejönnek, és hogy az örökségünket, a múltunkat mindkét ember esetében, hogy annyira fontosan és gyönyörűen tárják elő, nekem nagyon tetszett a Melokó beszéde a ti filmetekben, amikor a Makovecet, nem rossz kifejezés, nem dicséri, hanem a Makovecről egyáltalán szól, hogy valahol ebben a vertikális formátumban, a felfelé törekvésben mind a két ember valami egészen lényegi dolgot érint meg. A szevillai pavilonhoz mi csináltuk a filmet, és ezért különösen úgy éreztük, hogy nekünk ez nem kötelesség, hanem eleve adott dolog, hogy az ő emlékét megidézzük, és megpróbáljuk a leghitelesebben bemutatni és megcsinálni. A Szalai Györgyi tulajdonképpen az egyik szinten elindítója volt ennek az egésznek, mert a Krisztina városi templom, ugye, ami körül hát nagyon sokfajta furcsa történet zajlik, és végül is hát egy olyan skandalumszerű dolog, hogy nincs a Makovecz Imrének a fővárosban a legfontosabb műve megépítve. A Györgyi azt találta ki, hogy építsük meg a templomot az új modern technikai lehetőséggel, virtuálisan, hogy ezzel segítsük, hogy hátra a valóságba is ez hozzájárulhat, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a megvalósuláshoz. Így indult aztán, elkészült a Templomépítő című film, ami szintén hát be volt határolva, az, ha jól emlékszem, 26 perces kellett legyen. Ez a kifejezetten a 85. évfordulóra készült ez a film, és van egy három részes életműfilm, ami szintén az utolsó másodpercben van, tehát már elkészült, átadtuk, de még nagyon sok harc van ezekkel az elfogadásokkal, meg a befejezésekkel. Ezt csak azért mondtam el, hogy úgy legyen egy kép, hogy mi körülbelül hát három filmet csináltunk meg, és még mindig hiányzik egy dolog, mert a Makovecz Imre ellenfeleit, vagy ellenségeit, azt még nem igazán sikerült feldolgozzuk. Ez még lehet, hogy a jövő egyik feladata. Úgy tudjuk is, hogy közadakozásból épül egy templom. Részleteket nem tudunk róla, de hát épül, de mikor a film készült, és Makovecz életében nem épült fel Pesten semmi komolyabb, se templom, se középület, se más hozzá méltó építmény. Itt szóba szokott, általában szóba szokott kerülni, hogy a Nemzeti Színházi építése az neki járt volna, vagy nekünk az járt volna, hogy ő építse meg nekünk a Nemzeti Színházat. De hát ezt tudjuk, hogy nem így alakult. Egy agyon civilizált világban élünk, ahol tele vagyunk azokkal az eszközökkel, amit hát az én korosztályomnak egy jó része nagyon kinkeservesen tud használni. Viszont azt gondoltam, hogy ez azért olyan eszköz, ami használható arra, hogy virtuálisan megvalósuljon valami, ami a valóságban nem tud megvalósulni. Van egy olyan mondás, hogy minden mindenre felhasználható.
de lehet értelmesen felhasználni dolgokat, és értelmetlenül. És akkor még zárójelbe teszem hozzá azt, hogy mi jut el az emberekhez, akár Makovecből, mert vannak borzasztóan ellenséges véleményt képviselő emberek is, akik szerintem nem ismerik Makovec munkásságát. És hát nagyon kérdéses az, hogy lehet eljuttatni az emberekhez az ismereteket, és csak példaként mondom, szintén az akadémiának a kezdeményezése a 100 magyar dokumentumfilm sorozat, aminek a televízióban is van vetítése. Van egy 5 részes nevelésügyi sorozat című filmünk, aminek az első részét vetítették múlt hétfőn, éjjel 2 órakor. Most a második részét éjjel 1:45-2 fogják vetíteni. Most zárójel bezárva, az is most éppen az a kérdés, hogy ilyen gondolatok, amik a Makovec filmben megjelennek, és nagyon szép párosítás volt a Melokkó filmmel, mert nem csak azért, mert a Melokkó Miklós beszél a Makovecről, hanem nagyon rokon magatartással, rokon gondolatokkal lehet találkozni. A két film szinte felerősítette egymást. Hát a filmekről most akkor kevesebb szó esett, de hát lehetett látni. A kérdésedre csak annyit válaszolnék, hogy Makovec akárhogy is művelődési házakat épített, ő egy templomépítő, született templomépítő ember, mindenféle megkerüléssel a szevillai világkiállítástól kezdve bármeddig templomépítő. Szerintem az antropozófia nem szerepelt akkora túlerővel és súllyal Makovec Imre életében és gondolkodásában, mint ahogy most ez elhangzott, ne haragudj érte. Lehet, hogy tévedek. Én meggyőződésem. A másik pedig az, hogy tényleg számtalan temploma megépült, római katolikus, más vallásos templomok is, amiket használnak, amik működnek, amiket az egyház abszolút felszentelt és befogadott. A Szeged Csanádi püspök Kisrigó szimpátiáját, lelkesedését fejezte ki nekünk tiszaparti nyaralásunkkor a apor-vilmostéri templom mellett. Várunk és remélünk. Itt megjelenik egy pillanatra például a Vargyasi templom, ahol egy középkori gyámkövet találtak, rovásírással Szent Mihály volt a felirata, és Makovec Imre ennek a jegyébe építette fel azt a templomot, ami a gótikához is úgy nyúl vissza, hogy mégis egy korszerű teljes egészet alkot, és azt a templomot nagyon is elfogadták, és még az érdekesség kedvéért mondom el, arról is szó lesz majd a csíkszeredai templomról, amihez még a román állam is hozzájárult a templom építéséhez. Úgyhogy ez egy nagyon bonyolult képlet Magyarországon. Úgy látszik, hát mi egy ilyen ország vagyunk, hogy nálunk mindig, és erre érvényes, hogy pápának kell lenni a pápánál, mert hogyha a pápa áldását adja egy tervre, akkor nem kéne pápának lenni és megakadályozni azt, hogy ez a templom megvalósuljon. Fölmerült Pesten, készül-e valami? Hát természetesen a Rákoskerti plébánia templom, amely eredetileg egy ökumenikus templomnak indult volna, hát elsőként a katolikus egyház átrált ki, utána többiek, de teljes merszélességgel a reformátusok
egy alapítvány formában ott vannak, hogy ez megszülessen. Ez egy abszolút kész, dokumentáltan, tervezésileg átadható és felépíthető épület. Az altemplomának a tervei szintén készen vannak, és maga a terület is biztosított jogilag is az alapítvány számára, és gyakorlatilag egy alapkőletétel is már megtörtént, tehát lehet bízni a rákoskertiekbe, illetve a Rákos Csabai református közösségbe, akik mögött állnak. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy öröm nekünk, hogy ez a templom tulajdonképpen a megvalósulás küszöbén van, de szeretném azt elmondani, hogy a Makovecz Imre tervei alapján készült Krisztina városinak becézett építészeti mű, az valójában nem egy templom, hanem egy katedrális. És lényegében az egy roppant fontos dolog, hogy a templomok mellett, ami nagyon sok épült, és hogy Budapesten több ilyen legyen, az roppant fontos, de az egy nagyon lényeges dolog, hogy ez a katedrális megvalósuljon. Tehát én egyetértek azzal, hogy ez egy olyan dolog, hogy nagyon sok minden bizonytalanság van, ideológiailag, vallás, felfogásban, stb. De valójában ez a katedrális, ez egy olyan gondolat... Ez egy világkép. Mű, egy olyan világkép, amelyik az egész magyarság számára döntő fontosságú, hogy megjelenjen. Az, hogy ugye különböző formákban, meg a kiállításon ugye meg lehetett tekinteni a Nagy Ervinnek a gyönyörű makettjét, mi virtuálisan próbáltuk megjeleníteni, meg rengeteg kiállítás, meg egyéb helyen lehet látni a tervrajzokat, amik gyönyörűek és önmagukért beszélnek, de az, hogy ez a valóságban jöjjön létre, ez a katedrális, ami maga a szó is egy nagyon komplex és nagyon mély dolgot takar, az szerintem roppant fontos, és én pessimistább környezet ellenére egy picit optimistább vagyok, hogy valamikor talán ez mégis meg fog tudni valósulni. Meglátjuk.